Hát megmondom őszintén, bajban voltam egy kicsit, amikor kaptam a felkérést, hiszen hát ahogy a cím is mutatja, én magam is inkább szeretek csendben dolgozni, ugyanúgy, ahogy ez a tudomány rejtett, bár szinte mindenütt jelen van. Másrészt be kell vallani, hogy azért ez a tudomány ez meglehetősen száraz, ezt én majd igyekszem példákkal oldani az előadáson, és akkor meg is mutatnám a tervezett tartalmat. Egy kis bevezetés után szeretném bemutatni, hogy milyen keretben gondolkodunk mi a rendszerek és modellek ábrázolása területén. Ugye a címben szerepelt az irányítás elmélet, tehát hogyan avatkozunk be azért, hogy ezeknek a rendszereknek a viselkedését befolyásoljuk. Szeretném, ha a hallgatóságban tényleg 2-3 alapvető rendszer tulajdonság megmaradna, amit mi mindig vizsgálunk egy konkrét feladattal kapcsolatban, és hát ameddig jutunk a példákon keresztül, lehet, hogy nem lesz idő mindegyikre, próbálok érdekességeket kiragadni saját feladatokból, illetve a nemzetközi szakirodalomból is. Igen, tehát rögtön egy példával kezdeném, ezt jókor találtam néhány napja az Indexen, ugye az automatika mentette meg az ájult F-16-os pilótát, nem tudom, hogy ki olvasta. Ugye itt arról volt szó, hogy elvesztette az eszméletét a nagy gyorsulás miatt, és közelíteni kezdett a Földhöz a repülőgép, és hát az automatikus szabályozórendszer, robotpilóta működésbe lépett, és megoldotta a helyzetet. Én ezen egyáltalán nem csodálkoztam, hiszen a 80-as évek közepe óta azért ezek az elektronikus rendszerek működnek. Azon csodálkoztam leginkább, hogy a hírben az szerepelt, hogy ezt a rendszert csak 2014-ben vezették be az amerikai hadseregben. Tehát, hogy csak néhány éve. Igen, egy kicsit a tudományos háttérről, illetve arról, hogy mit szeretnék ma elmondani. Látni fogjuk, hogy egy elég szigorú keretben szemléljük mi a világot, ezért választottam ezt az önkritikus mottót, hogyha csak kalapácsod van, minden szögnek nézze, tehát mi minden modellt ebbe a keretbe próbálunk belehelyezni, és ebben a keretben vizsgáljuk. Én mérnök informatikusként végeztem a Veszprém Egyetemen, ugye ma Pannon Egyetem, tehát az én elsődleges hátterem az informatika, computer engineering, tehát számítástechnika, számítástudomány, és a doktori munkámat pedig folyamatrendszereknek a diagnosztikája és szabályozása területén végeztem, tehát itt kerültem kapcsolatba a nemlineáris rendszer és irányítás elmélettel, tehát ezek az ismeretek keverednek bennem. Szeretném megmutatni, hogy mennyire fontos a kvantitatív rendszermodellezés a mindennapi életünkben. Ugye, ahogy mondtam, ezt a sajátos látásmódot, vagy ennek az alapjait szeretném körvonalazni, és örömmel látom, hogy vannak hallgatók, ha jól látom. Szeretnék egy kis kedvet csinálni az alaptudományok, matematika, fizika, esetleg kémia, biológia tanulmányozásához. Szerintem ez sokszor nem látszik, mondjuk analízis előadáson, hogy miért csináljuk a dolgokat. És remélem, hogy itt azért egy kicsit látszani fog. Igen, egy kicsit a tématerületről. Ugye nem osztanak itt Nobel-díjakat, pedig nyugodtan oszthatnának, hiszen ez egy interdisziplináris műszaki tudomány, tehát határterületeken működik, nagyon erős matematikai és számítástechnikai megalapozottsággal, hát emiatt száraz, sajnos a számolásokat nem kerülhetjük el. A mindennapi életben, hogyha ezeket a szavakat halljuk, hogy irányítástechnika, automatizálás, automatika, kibernetika, talán ezek ismerősebbek a közönség számára. Ezek részben átfedik a rendszer és irányítás elméletet, ami szerintem a legszebb megnevezés. Milyen kulcsfogalmakkal dolgozunk, ezeket igyekszem kibontani a későbbiekben. Vannak nekünk jeleink, rendszereink, a rendszerek rendelkeznek bemenetekkel, kimenetekkel, belső állapotokkal, és szeretném még, mint a szabályozásnak az egyik kulcs elemét, a visszacsatolást egy picit elmagyarázni. Az egész tudományterület alapjai a villamosmérnöki tudományokból származnak, ezt elmondhatjuk. Ugye itt egy áramkörre nagyon könnyen adunk egy jelgenerátorral valamilyen jelet, mondjuk feszültséget, és könnyen mérjük a kimenetet. Tehát az áramkörök nagyon természetesen helyezhetők ebbe a rendszerelméleti keretbe, de természetesen manapság az alkalmazási kör az nagyon széles, tehát mechanikai rendszerek, energetikai rendszerek, élő rendszerek, ökológiai rendszerek, illetve ezek vegyes modelljei belehelyezhetők ebbe a keretbe. Igen, néhány szó a kvantitatív modellezésnek a fontosságáról. Ugye mit jelent a modell? Hát nagyon sokféle modellel találkozhatunk az életben, ugye a fotomodelltől kezdve a vasút modellig. Mondhatjuk azt, hogy a valóság egy jól elkülönített részének a leírása valamilyen céllal, valamilyen szempontból, lehetőleg rögzített feltételekkel, megadott pontossággal. Ugye itt kritikus fontosságú a modellezési cél, meghatározza azt, hogy milyen modelltípust választunk, egyáltalán szükség van-e matematikai modellre, meghatározza a részletességet, pontosságot. Tehát például, ha egy atomreaktornak a viselkedését szeretném leírni valamilyen szempontból, azt megtehetem néhány egyenlettel is, ha megengedi a modellezési célom, megtehetem néhány százzal is, hogyha egy részletes modellt szeretnék erről kapni. A matematikai modellek azok hát valós rendszereknél rendszerint fizikai, kémiai, biológiai törvényeknek a felhasználásával keletkeznek, tehát ilyen ismeretek nélkül nem tudunk modellezni. Hogyha időben, térben változó mennyiségeink vannak, amiknek a kapcsolatát szeretnénk leírni, akkor dinamikus modelleket fogunk használni. Én a gyakorlatomban többségében ilyen modellekkel dolgozom. Ez végül is egy költői kérdés, miért hasznos a modelleknek az alkalmazása. Ha van egy jó modellünk, ugye nagyon olcsón megjósolhatjuk vele a várható viselkedését a rendszernek, anélkül, hogy azon kellene kísérletet végeznünk, feltéve, hogy hiszünk a modellben. Tehát szimulációra, predikcióra alkalmazhatjuk, illetve természetesen a tervezési problémáinkat megkönnyíthetjük. Most gondoljunk arra, hogyha például mondjuk parlamenti választások vannak, gyakorlatilag számítási modellek nélkül nem tudjuk megmondani, hogy melyik pártból hányan fognak ülni a parlamentben. Ugye olyan bonyolultak a szabályok. Hát akkor nem is beszéltünk ugye bonyolultabb műszaki rendszerekről, mint például egy autó vagy egy vegyipari üzem, tehát elengedhetetlen ezeknek a modelleknek az alkalmazása. Példaként egy modelleken alapuló szimulátornak a képét tettem ide, ez a Paksi atomerőműben található. Ugye itt több ezer modell egyenlet fut ezeken a számítógépeken, egy viszonylag hiteles reprodukciója a blokkok működésének. Ugye események kiértékelésére használják többek között, fejlesztéseknek az előzetes vizsgálatára, hogy vajon fog-e működni az a fejlesztés, amit tervezünk, illetve természetesen mindennapi oktatásra. Jó, tehát ez egy modell alapú szimulátor. Ugye nem gyakorlatozhatnak rögtön az emberek a készrendszeren. Itt látható egy grafikus modell, tehát ezek még nem egyenletek a saját gyakorlatból. Ez egy nyomott vizes reaktor primer és szekunder körének a nagyon vázlatos modellje, és ilyen kettős falu téglalapokkal vannak jelölve azok a részek, amik bennünket nagyon érdekelnek, tehát ezek a szabályzók. Itt van egy térfogatkiegyenlítő tartály nyomásszabályozó, itt egy reaktor teljesítményszabályozó, itt egy szintszabályozó, és itt pedig egy gőzfejlesztő szintszabályozó. Természetesen ennél még jóval több szabályozókör van, de abban a vizsgálatban, ahol ezt a modellt használtuk, egy ilyen szintű leírás elegendő volt. Jó, tehát bevezettük a modelleket, akkor most a jel fogalmára szeretnék kitérni, ilyenekből építkezünk mi a mindennapi életben. Azt mondható talán, hogy a jel az egy időtől, térbeli koordinátától vagy más független változótól függő, ezt opcionális zárójelbe tettem, egy fizikai mennyiség, legtöbbször ilyen, tehát mért vagy számított értéksorozat, de természetesen lehet valamilyen transformált érték is, aminek már nincsen fizikai tartalma. Itt van néhány példa, hogyha időben rögzítjük egy jármű sebességét, ugye ezt meg tudjuk rajzolni egy grafikonon, itt a független változó az idő, ide tettem egy ábrát is, hogyha rögzítjük egy szobának valamilyen pontban a hőmérsékletét és a relatív páratartalmát az időben, akkor kaphatunk egy ilyen grafikont, tehát ez itt a páratartalom, ez itt a hőmérséklet, elég hűvös van ebben a szobában, és akkor itt látszik még a külső hőmérséklet. Jó, tehát ilyen jelekből építkezünk, a színes tévének a képét is felfoghatjuk jelként, ugye a piros-zöld-kék komponensek, a helykoordináták, illetve az időnek a függvényében. Tehát ez is egy jel. És akkor, ha vannak jeleink, akkor bevezethetjük a rendszernek a fogalmát. Ezt úgy szoktam a hallgatóknak mindig elmondani előadáson, hogy nem tudom, hogy általános iskolában van-e még ilyen feladat, ilyen első-második osztályban, hogy mit csinál a gép. Tehát, hogy bedobok egy zöld háromszöget, és akkor kibocsát magából egy sárga kört. Ugye végülis ez az operátor fogalomnak talán a legelső bevezetése. Tehát a rendszer az nekünk egy ilyen elhatárolt doboz lesz, amely jelekhez jeleket rendel hozzá. És az általunk kézben tartott bemenetek, illetve a tőlünk független úgynevezett zavaró bemenetek fognak általánosságban ide tartozni, ebbe a jeltérbe, és az általunk megfigyelt, mérhető jelek, azok pedig a kimenetek közé. És akkor van még egy ilyen rejtélyes halmaz, ezek a rendszernek a belső állapotai, ezeket nem biztos, hogy mérjük. Nem biztos, hogy akarjuk mérni, nem biztos, hogy tudjuk mérni, mert költséges, kényelmetlen, stb. Stb. De ettől még nagyon fontos szerepet játszanak az időbeli fejlődésnek a leírásában. Jó, tehát a rendszer az egy ilyen gép, egy bemenő jelhez hozzárendel egy kimenő értéket. Nézzünk rá egy példát. Ezek saját magunk által feldolgozott mérések, tehát a reaktor teljesítményt egy nyomotvizes reaktorban alapvetően ugye a szabályozó rudak pozíciójával szabályozzák. Ez itt egy jel, ami tehát pontosan a szabályozó rudaknak a mozgását írja le, és akkor ehhez, tehát ezt tekinthetjük bemenetnek, és itt van a hozzátartozó reaktor hőteljesítmény. Jó, ez látszik, hogy zajos, meg azért egy-két érdekesség megfigyelhető itt, ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy ez itt egy úgynevezett inverz válasz, ez meg itt egy túllendülés, amivel gyakran találkozunk a mindennapi életben. És akkor ugye a feladat az, hogy találjunk kapcsolatot valahogy a kettő között. Hogyan keletkezik ebből a bemenetből ez a kimenet? Hát természetesen most egy reaktormodellt azt nem fogunk itt felírni, úgyhogy egy sokkal egyszerűbb példát hoznék, amihez majdnem elegendő a középiskolás fizika. Nagy Rezső tanár úr figyelmeztetett, hogy ne legyen sok képletem, nem lesz, ígérem, de azért valamennyi elengedhetetlen. Tehát tekintsünk egy ilyen tartályt, aminek nincsen kifolyása, viszont van befolyása. A térfogatát azt köbméterben mérjük, azt, hogy mennyire folyik a csapból a víz, azt köbméter per szekundumban, és akkor ez a középiskolás rész, a térfogatnak a megváltozása, hogyha ez a térfogatáram állandó, ugye akkor ezzel az egyszerű összefüggéssel kiszámítható, és ha ismerem a kezdeti értékét, akkor delta t idő alatt ennyit változott a térfogatom. Na most akkor kerülünk bajba, igaz, meg akkor kell az analízis, amikor ez a befolyási sebesség, ez időben változik. Hát akkor bizony a pillanatnyi változást azt egy ilyen nagyon egyszerű differenciál egyenlettel írhatjuk le, nem megyek a részletekbe. Annyit kell tudni, hogy ezt hát nagyon szerencsés esetben ugye kézzel meg tudjuk oldani, ez a műszaki gyakorlatban ritka, számítógéppel viszont mindenképpen könnyen kivégzünk akár egy nagyobb differenciál egyenlet rendszert is. És akkor különítsük el ennek a rendszernek a bemeneteit, kimeneteit. Ugye ha itt van egy csapunk, akkor a befolyási sebesség, illetve ez a térfogat áram, ez lehet a bemenet, ezt mi tartjuk a kezünkbe, és megfigyeljük a térfogatnak a változását, az lehet a kimenet. Tehát ez lesz nekünk a rendszeroperátorunk. Nézzük meg, hogy hogyan működik. Ugye fél köbméter a kezdeti érték, tehát innen indulunk, ennyi víz van a tartályban. Ha jól látom, azt mondja, köbméter per szekundum, akkor ez 0,01, ugye ez 10 liter per szekundummal nyitjuk meg a csapot ebben az időpillanatban. Látszik, hogy elkezd valamennyire telni a tartály. Egy kicsit levesszük itt 100 szekundumnál ezt a térfogatáramot, akkor természetesen továbbra is nő a térfogat, csak kevésbé meredeken, és itt elzárjuk a csapot, innentől konstans lesz a térfogatunk. Jó, tehát megtaláltuk a törvényszerűséget, egészen pontosan le tudjuk írni a kapcsolatot a bemenet meg a kimenet között. Nézzünk egy bonyolultabb példát, itt már nem írom fel az egyenleteket, bár ez se nehéz. Egy autónak a mozgása valamilyen emelkedőn, hát még azért ezekre a gurításos példákra is emlékszünk, remélem középiskolából. Mi lehet itt a bemenetünk? Végső soron ugye az üzemanyagnak a térfogat árama, hogyha befecskendezünk, akkor gyorsítunk, nyilván a körülményektől függően, illetve ha lassítani akarunk, akkor a fékhatás. A kimenet az lehet a sebesség, tipikusan ez, vagy ha éppen, tehát ha nagyon fontos, hogy hol vagyunk, vagy hol szeretnénk megállni, mondjuk centiméter pontossággal, akkor a pozíció, tehát a koordináta is lehet egy kimenet, nyilván a kettő az összefügg. Nem írok fel egyenleteket, csak szeretném megmutatni, hogy hát néhány perc alatt ennek az autónak a modellje egy ilyen szimulációs környezetben elkészíthető, és akkor innentől vizsgálhatjuk az ő működését, különböző körülmények között, tervezhetünk rá szabályzót, kipróbálhatjuk, és hát elég gyorsan implementálhatjuk is. Na, tehát itt mutatnék egy példát ezzel kapcsolatban, tehát 25 másodpercig sík területen megy az autó. Egyébként ez egy hiteles modell, ez valamilyen Audinak a negyedik sebességi fokozatban leírt modellje. Tehát fél gázzal valamennyire gyorsít az autó, négyes fokozatban enyhén, és aztán utána jön egy 6%-os emelkedő, ott látszik, ugye, hogy leesik rögtön a sebesség. Ezt észreveszi a vezető, ad egy teljes gázt, de látjuk, hogy ez negyedik fokozatban már csak arra elegendő, hogy körülbelül konstanson tartsa a sebességet. Itt azt szeretném csak elmondani, hogy kétféle bemenetünk van. Van egy úgynevezett manipulálható bemenet, ez a gázparancs, és van nekünk egy zavaró bemenetünk, ugye, amivel nem tudunk mit kezdeni, ez a lejtőnek a szöge. Jó, tehát megvannak a jeleink, rendszereink, modelljeink. Nézzük meg, hogy hogyan befolyásolhatjuk ezeknek a működését, tehát ami már a szabályozó tervezésnek az alapja. És hát különböző területekről szeretnék én itt modelleket mutatni. Ez egy ilyen úgynevezett SIR járványterjedési modell, nem fogom az egyenleteket megmagyarázni, csak a legfontosabb komponenseket. Tehát az S-sel jelölt változó az a fertőzésnek kitettek, tehát egy populációban fertőzésnek kitett egyedek száma, akik potenciálisan elkaphatják ezt a betegséget. Az I-vel jelöljük az éppen fertőzötteket, és R-rel a fertőzésen átesetteket. Igen, tehát leosztunk a populációnak a teljes létszámával, ugye egy arányokat fogunk kapni, ezeket kis betűvel jelöljük. És csak érdekességként jegyzem meg, hogy egy járványmodell az formálisan legtöbbször leírható úgy, mint egy kémiai reakcióhálózat. Tehát, mint amit megtanultunk középiskolában, kémiai reakciók. Így is felfogható a járvány terjedése, tehát találkozik egy fertőzésnek kitett molekula egy fertőzöttel, és lesz belőlük 2 darab fertőzött egyed vagy molekula, illetve ez az átmenet, hogy a fertőzöttek előbb-utóbb meggyógyulnak. Tehát 2 darab formális reakcióval leírható. Nézzük meg, hogyha ugye valaki az ANTS honlapját nézi télen, akkor ott nagyon szép ilyen influenza grafikonok vannak, ezek hasonlóak egyébként ehhez. Tehát ha egy ilyen 10 millió körüli populációban van a kezdeti időpillanatban 100 fertőzött, és azok a betegségnek a paraméterei, amit láttunk az előző ábrán, akkor egy tipikus járvány lefolyás látható itt, valahány nap után ugye tetőzik ez a járvány, nő a fertőzésen átesett egyedeknek a száma valamilyen határig, és csökken a fertőzésnek kitettek száma, feltételezve, hogy a fertőzésen való átesés ugye az védettséget is jelent. Tehát mit tudunk itt vizsgálni ezzel a modellel kapcsolatban? Nézzük meg, hogyha 20%-át a populációnak beoltjuk, mondjuk influenza ellen, akkor mi történik? Látszik, hogy egyrészt elnyúlik ez a járványcsúcs, másrészt sokkal kisebb, és ráadásul ez a 20%-os átoltottság, hogyha összehasonlítjuk az adatokat az előző ábrával, akkor 57%-kal kevesebb megbetegedést jelent. Jó, lehet, hogy elsőre nem ezt várnánk, tehát egy kis oltottság is elég nagy védelem, legalábbis ennél a betegségnél az egész populáció számára. És akkor nézzük meg, ha 40% a lakosságnak az átoltottsága, akkor már nem is vesszük észre, hogy járvány van. Ugye pusztán azért, mert nem lesz valószínűsége annak, hogy egy fertőzött és egy fertőzésnek kitett ember találkozzon. Tehát nem tud járvány keletkezni, és közel sincs beoltva a teljes lakosság. Jó, tehát ez egy ilyen beavatkozásnak az illusztrálására szerettem volna bemutatni. Tehát, hogy a modell ismeretében eldöntjük mondjuk, hogy hány százalékát érdemes beoltani a lakosságnak, és ez fog működni. Természetesen a valódi modellek ennél bonyolultabbak, a térképre ráhelyezik őket, tehát függ attól, hogy városban vagyunk, vagy falun, de tulajdonképpen kiátlagolhatók egy ilyen modellé végső soron. Visszatérve az autóhoz, ugye ott láttuk, hogy 4-esben már az emelkedőn nem tudunk rendesen menni, tehát természetes módon ugye felvetődik az automatikus sebesség szabályozás, ami a mindennapi élet része egy középkategóriás jármű esetén. Hogyan működik ez? Ugye itt már mindenképpen be kell vezetnünk a visszacsatolásnak a fogalmát, érzékeljük valamilyen szenzorral a sebességet, összehasonlítjuk azzal, amit szeretnénk elérni, valamilyen számítási módszerrel kiszámítjuk, hogy hogyan fecskendezzük be az üzemanyagot, vagy hogyan fékezzünk, és elvégezzük a beavatkozást. Jó, és itt természetesen ugyanúgy, mint az előbb, a bemenet az üzemanyag tömegáram, kimenet pedig lehet a sebesség, és hát ezt azért rutin módon tervezhető manapság egy ilyen tempomat. Ha visszalépünk a történelemben egy kicsit, akkor a visszacsatolásos szabályozásnak az alap eseteként szokták wattnak a ugye gőzgépeken használt repülősúlyos fordulatszám szabályozóját megmutatni, és ez erről az ábráról tulajdonképpen érthető is a visszacsatolás. Ugye ez a forgástengely, vagy azzal összekötött tengely, és ahogy gyorsul a forgás, hogy kifelé mozognak ezek a súlyok, ennek a rúdnak ez a része lefelé mozdul, és ugye itt ez a szelep, ez egy kicsit elzárja a gőzáramot, és valamilyen kívánt, tehát a paramétereknek, súlyoknak, méreteknek az ügyes behangolásával elérhető az a kívánt sebesség, amivel üzemeltetni szeretnénk a gőzgépet, és az stabilan tartja is. Akkor ezután, tehát általánosságban összefoglalhatjuk azt hiszem, hogy mit jelent a szabályozás, illetve az irányítás. Szeretnénk valamilyen objektumnak, tehát a rendszernek a viselkedését befolyásolni, valamilyen kívánt cél elérése érdekében. Ugye ez lehet ott a járványmodellnél a megbetegedéseknek a kis száma, a tempomatnál a sebességnek a tartás, a gyorsítás, lassítás, stb. Stb. És ugye néztünk olyan példát, ahol megfigyeltük a viselkedést, felírtunk rá egy modellt, és megválasztottuk mondjuk az oltási stratégiát, és a tempomat példája pedig a visszacsatolást mutatta, hogy a kívánt értékkel összehasonlítom azt, amit mérek, és ez alapján beavatkozom. Mielőtt szabályozót tervezünk, néhány alapvető rendszertulajdonságot nem árt ellenőrizni, illetve célként kitűzni. Hát sokféle ilyen rendszertulajdonság van, én csak hármat fogok felsorolni. Az első az a stabilitás. Ezt talán úgy lehetne megfogalmazni köznapi nyelven, hogy valamilyen külső zavarás hatása alatt fennmarad-e a kielégítő működés, illetve a zavarás után visszatér-e a rendszer a kívánt üzemállapotban. Most gondoljunk el egy vitorlást, ugye, aminek van tőkesúlya, hát ott folyamatos zavar éri a szél, illetve a hullámzásnak a képében, és ugye, hogyha ő nem borul fel és halad megfelelően, akkor stabilnak tekintjük az ő működését. A repülőgépeknél ugyanígy a zavarok lehetnek a szélrohamok, légnyomásnak a változása. Ugye egy magas helyen lévő repülőtéren már nem olyan könnyű leszállni, mert ugye más a felhajtóerő, illetve egy gépjárműnek a menet stabilitása. És akkor itt mutatnék azért egy videót a stabilitás példájáról. Hát lehet, hogy látta a hallgatóság. Remélem, hogy elindul. Ugye ez a Boston Dynamics-nak most egy 2015-ös kutya robotja, és látszik ugye itt a beavatkozás, vagy hát a zavar. Tehát többféle zavar éri szegényt, mert ugye jégen volt, és még bele is rúgtak. És hát a szabályozó köröknek az eredményeképpen meglehetősen stabilan működik ez a robot. Itt a tudománytörténetben mindenképpen meg kell említeni egy orosz matematikus, Ljapunovnak a nevét, akinek a hozzájárulása az az, hogy a modell explicit megoldása nélkül is el tudhatjuk dönteni az ő stabilitását. Tehát ez egy óriási eredmény, és hát a mai napig a rendszerelmélet az döntően Ljapunov függvények segítségével próbálja bizonyítani egy rendszer stabilitását, pedig ugye nem mostanában születtek ezek az eredmények. Hát persze most már sokkal általánosabbak. A másik nagyon fontos tulajdonságot úgy hívjuk, hogy irányíthatóság. Elérhető, fenntartható-e a kívánt üzemállapot a rendelkezésre álló bemenetekkel? Most gondoljunk meg, hogy ugye télen nem eléggé feltöltött akkumulátorral egyáltalán elindítható-e az autó, tehát egy gép, egy jármű, vagy akár egy egész üzem az adott körülmények között. Tehát elérhetem-e elvileg a kívánt üzemállapotot? Erről szól az irányíthatóság. Ugye itt van, itt egy bonyolultabb célt írtam le, tehát át tud ereszteni az úthálózat egységnyi idő alatt kívánt számú járművet úgy, hogy a szennyező anyag kibocsátás is elegendően alacsony legyen. Ezt direkt fogalmaztam így, ugye ezek azért egymásnak ellentmondó célok, és hát erre jegyeztem itt meg, hogy rosszul megfogalmazott, például ellentmondó célok gyakran nem teljesíthetők együttesen, ez a társadalmi-gazdasági folyamatokban gyakran megfigyelhető. Tehát előírják nekünk az inflációt, a munkanélküliséget, a GDP növekedést együtt, és nem gondolnak bele, hogy esetleg nem érhetők el ezek a célok elvileg sem együtt, mert mondjuk ellentmondanak egymásnak. Itt egy magyar származású tudós nevét meg kell említenem, Kálmán Rudolf Emil. Ő a klasszikus irányítási elméletnek az egyik legnagyobb alapja, most júliusban halt meg, és az ő nevéhez fűződik az irányíthatóság, például az irányíthatóság, megfigyelhetőség, matematikai megfogalmazás és a feltételeinek a megadását. Nagyon sok műszaki rendszer az gyakorlatilag ezeken az alapokon működik manapság, és ahogy mondtam, Nobel-díjat itt nem osztanak, pedig nyugodtan oszthatnának. A másik úgynevezett duális tulajdonság az a megfigyelhetőség. A mérhető kimenetekből a modell ismeretében kiszámíthatók-e a rendszer nem megfigyelt belső változói. Tehát ez a megfigyelhetőség, ez a párja egyébként az irányíthatóságnak, a részletekben nem tudok belemenni, de példákat itt írtam. Tehát egy reaktorban, ha feltéve, hogy van egy jó reaktormodellem, ki tudom-e számítani a hőmérsékletet például egy olyan ponton, ahol nem helyezhető el szenzor. Hogyha ez a rendszer megfigyelhető, akkor ezt meg tudom tenni. Vagy a megfigyelhetőségnek a tipikus alkalmazása az a járművek pozíciójának, sebességének meghatározása, tehát navigációs probléma megoldása, mondjuk GPS és inerciális mérések alapján. Ugye ezek tipikusan Kálmán szűrővel szoktak működni, aminek az alkalmazhatósági feltétele a megfigyelhetőség. Természetesen óriási jelentősége van a műszaki gyakorlatban ennek, hogy a költséges, nehézkes, lassú méréseket ki tudunk váltani smart szenzorokkal, amik a megfigyelhetőségen, illetve a rendszermodellen alapulnak. Jó, itt összegeztem a szabályozásnak a hozzávalóit, ezt mind érintettük majdnem. A rendszermodell, az irányítási cél, tulajdonságoknak a vizsgálata, ugye néhányat mutattam, irányíthatóság, megfigyelhetőség, stabilitás. Kellenek szenzorok ugye a kimeneteknek a méréséhez, a tervezett beavatkozások megvalósításához úgynevezett aktuátorok, és ugye nagyon fontosak a modellek, amik alapján a méréseket, illetve a beavatkozásokat megtervezzük. Szabályozási módszerrel tele van a padlás, ezt tényleg mondhatjuk, nagyon széles az irodalom. Hát ügyesen kell választani az adott probléma megoldásához. Ha lesz időm, akkor néhány példát mutatok. Igen, azt hiszem, még azért valamennyi időm van. Jó, és természetesen a számítástechnikához olyan értelemben kapcsolódik a terület, hogy hardware és szoftver az szükséges a szabályozási feladatnak a megoldásához. Saját feladatokból válogattam néhányat. Ugye a 2000-es évek elején vetődött fel a Paksi atomerőműnek a teljesítmény növelése. Sokféle tanulmányt elvégeztek ehhez, hogy mit kell változtatni a rendszerben. Ugye eredetileg 440 megawatton működtek ezek a blokkok, azt később olyan 470 körülire megemelték, de a tanulmányokból kiderült, hogy akár 500 megawatton is tudnának ezek működni. Megtörténtek a tervezések, és a mi feladatunk az, hát ilyen kb. 5-6 nagyon fontos fejlesztési pont között volt egy, hogy Tervezünk egy precíziós szabályozót a primárköri nyomásnak a stabilizálására, majd mindjárt megmutatom, hogy erre miért volt szükség. Ugye egy ilyen nyomott vizes reaktorban ez a primárköri folyadék, ez víz, ez nem forhat, tehát ezt magas nyomáson kell tartani. És ugye a nyomás hőmérséklet összefügg, és az alapvető feladat az az volt, hogy az átlagos nyomást, illetve a hőmérsékletet egy picit megemeljük. És ehhez nem volt már jó az az orosz szabályozó, ami egyébként kiválóan működött, csak a biztonsági korlátok miatt nem lehetett vele ezt az átlagos hőmérséklet emelést elvégezni. Jó, igen, annyit el kell itt mondanom, hogy ez a térfogat kiegyenlítő tartály, ez felelős a primárköri nyomásnak a szabályozásáért. Ugye feltételezzük, hogy pillanatszerűen terjed a nyomás ebben a közegben, tehát itt ennek a fűtésével, hűtésével elég gyorsan be tudunk avatkozni a primárköri nyomásba. Igen, hát ehhez természetesen szükséges egy megbízható matematikai modell, ami alkalmas a szabályozó tervezésre. Ez azért nem is olyan egyszerű ilyet találni, tehát nagyon-nagyon részletes modellek azok bőven vannak. Itt igazából a kérdés az az volt, ezt majd itt föl is vetítem, hogy mi az a néhány egyenlet, amit feltétlenül figyelembe kell venni a feladatnak a megoldásához. És a jó hír a rendszerelmélészeknek az az, hogy egy jó szabályozáshoz szerencsére nem kell túl jó modell, ugyanis egy jó szabályozó az a modellnek a hibáját is eltünteti, hogyha ügyesek vagyunk. Igen, hát ahhoz, hogy kevés egyenletet tudjunk felírni, elég egyszerűsítő modellezési feltételezéseket kellett tennünk, tehát összesen két úgynevezett mérlegelési térfogatot modelleztünk, a kiegyenlítő tartályban levő vizet, illetve a tartálynak a fém falát. Minden mérlegelési térfogatban egy-egy komponenssel, ez se igaz egyébként, de le tudtuk egyszerűsíteni a feladatot, tehát csak vizet, illetve acélt feltételeztünk. Az össztömeget állandónak feltételeztük mindkét mérlegelési térfogatban, nyilván ez a tartály, tehát az acél esetén ez rendben van, a víznél egyébként nem, tehát az változhat a víznek a tömege, de még ezzel a feltételezéssel is fog működni a szabályozó. Fizikokémiai tulajdonságok állandók, többé-kevésbé ez elfogadható, illetve gőzfolyadék egyensúly van a tartályban. Jó, és akkor ezekkel a feltételezésekkel igazából, hát nem fogok mindegyiken végigmenni, ezek a modellnek a fő változói, illetve paraméterei, tehát vízhőmérséklet, tartályfal hőmérséklete, a modellnek a kimenete az a hőmérséklet, illetve az abból számított nyomás lesz, a bemenete pedig ezeknek a fűtőelemeknek, vagy a fűtőelemek által leadott pillanatnyi teljesítmény. Tehát azt kell nekünk meghatározni, hogy hogyan kapcsolgassuk ezeket a fűtőelemeket, illetve mennyi legyen a fűtő teljesítmény ahhoz, hogy nagyon precízen tartsuk a nyomást ebben a tartályban. És akkor ugye felvetettük a kérdést, hogy hány egyenletet írjunk fel, és összesen kettővel meg tudtuk oldani ezt a szabályozási problémát. Tehát felírtunk egy vízhez tartozó energiamérleget, ez itt egy bejövő folyadék által megadott tag, ez egy kifolyó folyadékhoz tartozó tag, ez itt a hőcsere a tartályfal, illetve a víz között, és ez pedig a fűtőelemek által leadott teljesítmény, és a tartályfalnál ugye a hőcsere, a víz és a tartályfal között ellenkező előjellel, illetve volt még egy környezeti veszteség, az egyébként meglehetősen sok, amit elveszít a környezet felé ez a rendszer. Csak illusztrációként mutatom, hogy tehát egy úgynevezett szimulációs környezetben egy MATLAB Simulink modell az így néz ki, amint terveztük ezt a szabályzót, és akkor itt van maga a szabályozó kód, ami sorról sorra ugyanaz, mint ami a valóságban is fut a rendszeren. Az én egyik feladatom az az volt, hogy ezt a modellt illesszem a mérésekhez. Ennek az eredménye itt látszik, tehát ez még a régi orosz szabályozónak a kibekapcsolgatós működése. Ezeket az értékeket mértük, és az általunk felírt modell, ennek a válasza látható pirossal, tehát elég jól követi a valós hőmérsékletet, illetve a nyomást, tehát erre azért már lehet szabályozót tervezni. Nézzük meg, hogy hogy működött a rendszer. Ugye ezt a jelet már mutattam az előadásnak az elején valamikor. Ez egy felterhelési tranziens, tehát a hőteljesítményt megemeljük ilyen 1360-ról 1400 körülire, és nézzük meg, hogy hogyan működik ez a szabályzó. 2006-tól 2009-ig telepítettük őket, azóta is ugyanaz a kód fut tudtommal, és látszik, tehát a tervezési cél az az volt, hogy 123 plusz-minusz 0,4 báron belül kell lenni a nyomásnak, és ez látszik, hogy még a felterhelési tranziens alatt is bőven teljesül. Ugye emiatt az átlagos nyomást, hőmérsékletet meg lehetett emelni, és így tehát ez lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy a teljes villamos teljesítmény az most ugye 470 helyett blokkonként 500 megawatt körül van. Jó, ezeket körülbelül elmondtam, még ezeket fűzném hozzá, hogy tehát 3 év után ez már nyereségessé vált ez a beruházás, és egy új erőmű létesítéséhez képest, ezt idéztem egy műegyetemi dokumentumból, Potomáron történt ez a fejlesztés, és mi az egésznek a lényege? Az, hogy jobban kihasználtuk a rendszerről rendelkezésre álló tudásunkat. Tehát csináltunk egy szabályozásra alkalmas modellt, és terveztünk rá egy olyan szabályozót, egy olyan korszerű szabályozót, ami ugye teljesíti a kritériumainkat. És ezzel meglehetősen sokat nyertünk, anélkül, hogy túl sokat befektettünk volna. Jó, erre azt hiszem nem térek ki részletesen, tehát ez a rendszernek a megvalósított architektúrája. Igen, egy teljesen más típusú tudományos jellegű munka a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Egy 6 szabadsági fokú robotkarral szerettünk volna eldobó mozdulatot tervezni, tehát hogy pontosan a megfelelő helyre dobja a robotkar a labdát. Itt látszik, hogy egy 3D-s környezetben elkészítettük a robotnak a modelljét, nyilván ehhez tartozott a matematikai modell is, megterveztük és szimulációban végrehajtottuk ezt az eldobó mozdulatot. Ugye ezek itt a szimulációs eredmények, látszik a valós mérési eredményeken, hogy azért itt voltak olyan rezgéseink, amit a szimulációnál nem terveztünk be, és akkor ehhez is tudok mutatni videót. Azt hiszem, talán az első az egy kevésbé sikerült dobás lesz, majdnem jó, de nem teljesen. És ez a második, ha jól gyűjtöttem össze az anyagokat, akkor, bocsánat, ezt lejátsszuk még egyszer. Tehát ez, de látszanak a rezgések, tehát ez itt helyére dobta a labdát, de hát nem mindent sikerült pontosan modelleznünk. Még egy példa, és akkor azt hiszem, hogy lassan majd mindjárt be is fejezem. Ez egy divatos téma. Együttes lokalizáció és térképkészítés. Nem túl régen jelentek meg azok az elméleti cikkek, amik ugye azt állítják, hogy egy ilyen mobil robot ez párhuzamosan fel tudja deríteni a környezetét megfelelő szenzorokkal, és tehát tud térképet készíteni, és el is tudja magát helyezni a térképen. Ugye ez egy ismeretlen terepen fontos feladat lehet, és egy TDK munka keretében az akkori hallgatóim elkészítették az ehhez kapcsolódó lokalizációs és térképezési rendszert. Itt látható egy statikus kép arról, hogy ugye honnan, hová szerettünk volna eljutni. Ez itt a lézerszenzorok által felderített térkép, és akkor azt hiszem, hogy erről van még egy videóm. Jó, tehát itt most párhuzamosan mutatja a robotnak a mozgását az ITK folyosóján, illetve a térképen a pozícióját. Jó, azt hiszem, hogy ezt kihagyom, és akkor én már csak egy példát mutatnék, ami a nemzetközi, tehát egy nagyon-nagyon szép példája annak, hogy egy kvantitatív, tehát egy matematikai modellel milyen eredményt érhetünk el. Ez 2011-ben jelent meg a Nature-ben. Tehát éveknek hosszú éveknek a kemény munkájával ez a kutatócsoport kifejlesztett egy szívmodellt, egy háromdimenziós szívmodellt, ugye, ami azért nagyon élethűen reprodukálta a szívnek az oszcillációját, és a modellből azt az eredményt kapták, hogy ha úgy próbálunk defibrillálni, tehát nem egyetlen nagy hatalmas lökéssel, ugye, mint amit egy hagyományos defibrillátor csinál, hanem megfelelő időpillanatokban adunk 4-5 impulzus sokkal kisebb energiával. Itt látszik egyébként az energiák közti különbség, ugye in vivo, in vitro, különböző esetekben, tehát anélkül, hogy összetörnénk a páciensnek a mellkasát, ugyanolyan eredményességgel el lehet végezni a defibrillációt, és ez a matematikai modellből jött ki, és utána kutyákon és tudomásom szerint talán sertéseken is ezt kísérletileg ellenőrizték, és tényleg működött. Jó, tehát hogy mennyire hasznosak lehetnek ezek a kvantitatív modellek. Jó, még egy hétköznapi példa, ez nem ennyire megdöbbentő, ugye dugók megszüntetése az autópályákon. Ez egy ausztrál példa, de most már elég sok helyen alkalmazzák, tehát a ráhajtást szabályozzák lámpákkal, és megvan az autópályának egy ilyen kompartmentális, tehát szakaszokra bontott matematikai modellje, és a lámpákat azt úgy lehet vezérelni, hogy tehát egyrészt megszüntessük a forgalmi dugókat teljesen, az áteresztő képességet azt maximalizáljuk, amennyire lehet. Itt ez ilyen max 8,4%-kal növekedett, és ami még fontos, hogy az átlagsebesség az nagyon jelentősen növekedett a szabályozásnak a segítségével. Tehát beavatkoztunk ebbe a rendszerbe, és ugye egy sokkal kívánatosabb működést tudtunk elérni egy egyszerű szabályozással. Jó, összefoglalnám akkor az előadást. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy tehát a matematikai modelleknek a konstrukciója, használata az alapvető fontosságú a műszaki rendszerek tervezésében, illetve az élő rendszerek megértésében, vagy hát lassan már ugye az ezekbe való beavatkozásban is. Próbáltam megmutatni egyszerű dinamikus modelleket térben, időben változó mennyiségeknek a leírására, gondoljunk arra a kis tartály modellre például. Ugye, tehát itt egyenletek vannak, mi tényleg sokat számolunk, ez elkerülhetetlen. A példákból remélem kiderült, hogy valamilyen modellezési célt teljesítő kvantitatív modellek, azok nagyon hatékonyan alkalmazhatók számos területen. Remélem, hogy például a Paksi példa Ezt mutatta, de akár az is, hogy ugye a szimulációban megtervezett eldobás az a valóságban, hát ha nem is ugyanúgy, de nagyon hasonlóan működött például a robotkar esetén. Néhány rendszer tulajdonságot próbáltam bevezetni, amiknek a vizsgálata az nagyon fontos a szabályozási céloknak a megfogalmazásához, illetve az eléréséhez, tehát hogy ne fogalmazzunk meg olyan célokat például, amik elvileg teljesíthetetlenek. Nagyon fontos még, hogy a visszacsatolás az alapvetően megváltoztatja a rendszernek a viselkedését, erre azért még mondanék egy példát, tehát ugye korszerű vadászrepülők pilótával vagy akár anélkül, azok tehát szabályozó rendszer nélkül nagyon közel vannak az instabilitáshoz. Tehát ha nem működne rajtuk nagyon sok szabályozó kör, akkor ezek lényegében repülni sem tudnának, viszont maga az instabilitás az jól felhasználható a manőverező képességnek a növeléséhez. Tehát hasonlítsuk össze egy utasszállító repülővel, ugye az stabil, nehéz is vele fordulni, de ha van egy jó szabályozóm, akkor az instabil rendszernek a mozgékonyságát azt ki tudom használni. Igen, hát remélem látszott, hogy szabályozás, tehát komplex szabályozások, szabályozó körök, azok nagyon széles körben jelen vannak a mindennapi életben, természetben, társadalomban. És ugye a jel, rendszertulajdonságok, visszacsatolás, beavatkozás fogalmával próbáltam bevezetni, hogy a rendszerelmélet az egy egységes keretet ad nagyon sokféle különböző modellnek a kezeléséhez. Természetesen nem vagyunk minden területnek a szakértői, tehát szabályozót tudunk tervezni, de egy megfelelő modellt egy speciális területen azt nem biztos, hogy fel tudunk építeni, úgyhogy a csapatmunka az elengedhetetlen ezen a területen, tehát hogy legyenek szakértők az alkalmazási területről. Hogyan fejlődik a tudomány, technológia, milyen támogatást ad ezekhez a munkákhoz. A rendszerelmélet az nagyon gyorsan fejlődik. Azt kell, hogy mondjam, hogy igen sok lépéssel van az alkalmazások előtt, tehát ennek főleg az az oka, hogy ez egy hosszú idő alatt nehezen tanulható tudomány, nehéz egyszerűen elmagyarázni a potenciális alkalmazóknak, hogy miért lenne jó egy fejlettebb szabályozót tervezni, és azt még nehezebb elmagyarázni, hogy az hogy fog működni. Tehát ennek ez az egyik oka. A számításelméleti számítási háttér az folyamatosan fejlődik, ez kell is, egyre komplexebb számolások vannak. Nagyon sok erőforrást fordítanak modellek, tehát dinamikus modellek létrehozására és publikálására különböző alkalmazási területeken. Ugye ezek vagy az irodalomból, vagy most már nyilvános adatbázisokból hozzáférhetők, főleg a biológiai modellek területén ez nagyon fontos. Fejlődnek a szenzorok és az aktuátorok, töretlenül nagyon nagy mennyiségű és egyre jobb minőségű adatot szolgáltatnak, egyre jobban, precízebben tudunk beavatkozni, tehát jobb minőségű szabályozásokat, igényesebb célokat tudunk elérni, és azzal ugye, hogy egyre nő az olcsó számítási kapacitás, ugye speciális architektúrákkal, sokmagos processzorokkal, akár ugye a másodperc töredéke alatt garantáltan el tudunk végezni például egy optimalizálási lépést, és ez nagyon komplex számításoknak a tényleg időre történő végrehajtását teszi lehetővé. Ez sokszor kell a szabályozásoknál. És akkor a végére hagytam néhány aggodalmat. Ugye a fejlett technológiát, hogyha az emberi természettel összevetjük, akkor nem mindig pozitív a kimenetel. Tehát ugye az, hogy a társadalomban, gazdaságban egyre inkább túlszabályozottak a folyamatok, ez sokszor sokszor igazából nem teszi kellemesebbé az életünket. Már nagyon régen is írtak ezekről a dolgokról, hogyha elolvassuk Konrád Lorenznek a 70-es, 80-as évek beli könyveit, akkor ezek az aggodalmak benne vannak, hogy az ember nem arra evolválódott, hogy egy ilyen túlszabályozott társadalomban éljen. Ugye nagyon meggyorsult az információ áramlás, ezt hát ugye akár a sajtóban is, interneten érzékelhetjük, akár támadásnak is vehetjük. Tehát nyilván a technológiai rendszereknél is az igaz, hogy túl sok adat érkezhet válogatás nélkül, tehát most már ugye bányászni kell őket. Folyamatosan olvashatunk arról, hogy az automatizálás munkahelyeket veszélyeztet, nem tudjuk, hogy milyen társadalmi folyamatokat fog ez generálni, ugye akár még az átlagos képzettségnek a növelését is kikényszerítheti, tehát lehet még jó hatása is. Nem szabad elhallgatni, hogy a rendszerelméletnek a húzó ereje, főleg az USA-ban, az a hadipar. Tehát ez azért egy komoly lelkiismereti kérdés, hogy milyen alkalmazási területeken tevékenykedünk. És ugye az, amit a mindennapi életben megfigyelhetünk, hogy rövid távú és döntően profitorientált irányítási célokat tűzünk ki, tehát a rendszerelmélet az nem, tehát 50 éve legalább tudja, de lehet, hogy még régebben, ugye, hogy egy ilyen rövid időhorizonton történő tervezés az a stabilitást veszélyezteti. És ha még nem is jól tűzzük ki a célt, akkor annál inkább. És hát szeretném a köszönetemet nyilvánítani munkatársaimnak, tanítványaimnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek, az MTA Sztakinak, ahol én a rendszer elméletnek az alapjait megtanulhattam, és még végezhetek ott kutatómunkát, illetve van egy nagyobb kutatási pályázatunk, amit az NKFIH finanszíroz. És köszönöm szépen még egyszer a figyelmet és a meghívást. Köszönöm szépen Szederkényi Gábor professzor úrnak ezt az előadást. Azt hiszem, hogy tényleg az alapokat is megtudhatta az, aki még nem találkozott vele, de azt hiszem, hogy mi, akik valamennyire, hát nyilván nem ennyire, de azért járatosak vagyunk a témában, mi is még napokig gondolkodhatunk ezeken a kérdéseken. Akkor most eljött a közönség kérdéseinek az ideje. Azt szeretném kérni, hogy aki kérdezni akar, az jelentkezzen, odaviszem a mikrofont. Erre azért van szükség, hogy ne csak a teremben lehessen hallani a kérdést, hanem az internetes közvetítésben is, és akkor tudják a nézők, hogy mire ad választ az előadó. Úgyhogy akkor viszem a mikrofont, aki jelentkezik. Néhány arcon azt látom, hogy készülődnek, csak még nem szánták el magukat. Igen. Akkor megtöröm a csendet az első kérdéssel. A rendszer és folyamatirányítás, ez mennyiben több vagy kevesebb a robotikánál, illetve a mesterséges intelligencia kutatásnál? Tehát, hogy mi az elsőbbrendű, tehát a rendszerirányítás alapjaiból építkeznek ezek a rendszerek, vagy épp fordítva, amiket ott kitalálnak, azt egyszerűsítik le itt a rendszerirányítással? Igen. Tehát én igazából tehát kezdjük talán a mesterséges intelligenciával. Ugye a különböző számítási módszereknél, akár szabályozó tervezésnél, szabályozás végrehajtásnál ezeket a módszereket használhatjuk természetesen. Ugye, hogyha komplex döntéseket kell hoznunk, nagy mennyiségű adatot kell feldolgoznunk, én ezt nem sorolnám be a rendszer és irányítás elméletbe, hanem egy hasznos eszköznek gondolnám az eszköztárban. A robotikát sem sorolnám be, ugye tehát például robotmanipulátoroknak a precíz szabályozása azért az ma már nem annyira tudomány, tehát rutin. Ugye a robotikának nem csak szabályozási kérdései vannak, ami itt szabályozásilag legalábbis számomra érdekes, az például a hálózatba kapcsolt, tehát hálózati csatornán kommunikáló mondjuk ágensek, mobil robotoknak az együttes szabályozása, ennek az egész csapat stabilitásának a biztosítása. Tehát ezek azt hiszem, hogy manapság is érdekes kutatási kérdések. Igen, hiszem. Köszönöm szépen. Bizonyos irányítástechnikai rendszereknek része az ember önmaga, óhatatlanul. Elég Forma 1-re, vagy nem tudom, valami gépkocsira gondolunk. Ilyenkor az embert, mint a modell egy elemét, mint az irányítástechnikai rendszer egy elemét, milyen modellel lehet leírni? Ez valami heurisztikus, vagy hogyan működik ez? Hát ugye, igen, köszönöm a kérdést. Ezzel a területtel én tehát nem nagyon foglalkoztam. Tehát irodalmi ismereteim vannak. Ugye attól függ, hogy mi a modellezési célunk, időről időre megjelennek, tehát humán modellek is a szabályozási célú modellekben. Tehát például, amit rögtön tudnék mondani, ugye a autópálya modelleknél az emberi reakció az egy késleltetésként jelentkezik, ugye ez könnyen modellezhető viszonylag. Az érdekesség az, hogy sokféle jelenség, tehát bizonyos forgalmi dugók, azok enélkül nem is írhatók le. Tehát köszönöm szépen a kérdést, mert fontos az emberi tényező. Egyéb újabb kérdés. Megyek. Őszintén szóval számítottam rá, hogy emlékeim szerint nagyon-nagyon régen én tanultam szabályozástechnikát, hát több mint fél évszázada. És akkor abszolút kiemelt kérdés volt ezekben a rendszerekben a stabilitás kérdése. Én nem gondolom, hogy ez végleg megoldódott. Tehát biztos, hogy most is előkerülnek ilyen kritériumok, ez egyik. A másik, később aztán oktatási gyakorlat kapcsán teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy valamilyen rendszer emlékező képessége, memóriája, ha úgy tetszik, abszolút szorosan kapcsolódik a visszacsatoláshoz. Nincs emlékező képesség memória nélkül, tehát memória tulajdonság nélkül. Most itt ugye az előadás is azzal a modellel indult, visszacsatolási modellel, amelyikből ez éppenséggel levezethető. Na most akkor ugye fölmerült a kérdések között a mesterséges intelligencia is, ami egész biztos követel bizonyos emlékező tehetséget ezekből a rendszerekből, hát akkor hogy van ez ma? A stabilitással, a visszacsatolással és a memóriával. Jó, köszönöm. Komplex kérdés. Természetesen a stabilitás az folyamatosan fölvetődik, tehát mi is dolgozunk most olyan feladaton, ahol stabilitást kell bizonyítani. Ugye egyre újabb modellosztályok jelennek meg, amik ugye kevesebb egyenlettel komplexebb viselkedést írnak le, és ugye itt változnak a stabilitási kritériumok, és általában nehezebb is stabilitást bizonyítani. Tehát ez igaz, ugye ezért vettem én is bele az előadásba, mint fontos rendszertulajdonságot a stabilitást. illetve azt, hogy ugye nagy részt ez még mindig Ljapunov technikákkal történik, ugye nem lineáris modelleknél, vagy paraméterben változó rendszer modelleknél. Na most, tehát onnantól, hogy valamilyen, nem tudom, hogy a kérdésre válaszolok-e, tehát hogy softabb számítás, tehát mondjuk mesterséges intelligenciával kapcsolatos számítás a szabályozó körbe bekerül, azért a stabilitásnak a bizonyítása az lényegesen megnehezedik. Ugye ott a formális eszközeink azok sokkal nehezebben használhatók. Tehát bizonyos alkalmazásokban, ugye azért, tehát kritikus alkalmazásokban azért is szokták a soft computingot kihagyni, ugye már nem biztos, hogy tudjuk garantálni, bizonyítani mondjuk még bizonytalanságok mellett is a stabilitást. Igen, és hát nyilván olyan módszereknek van jelentősége, amik ugye akár ilyen számítások esetén is lehetővé teszik a bizonyítást. Tehát, hogy ezeknek a módszereknek az elméleti vizsgálatára óriási szükség van. Nem tudom, hogy a kérdésre válaszoltam-e. Igen. Kérdező azt mondta, hogy Tóth Mihály tanár úr, hogy ezt a választ várta, vagy legalábbis ilyen jellegűt, akkor még azért van egy kis időnk, egy-két kérdése, hogyha valaki rászánná magát, nagyon lehetne örülni. Na, még néhány másodpercet várok, és hogyha nem lesz több kérdés, akkor azt hiszem, hogy belekezdhetjük az előadást, meg a hozzátartozó kérdéseket is. Megint csak azt mondom, hogy szerintem még napokig fogunk ezen gondolkodni, annyira tartalmas volt ez az előadás. És érdekes, igen. Igen. És hát most mondhatom azt, hogy az én számomra érthető is volt, nyilván nem minden egyenletet követtem én se, és remélem, hogy a fiatalok is, ahogy a volt kollégánk Csapó László szokta mondani, a dallamát, azt tökéletesen vették. Jó, hát akkor köszönjük szépen még egyszer. Köszönöm a lehetőséget. Akkor 3 hét múlva találkozunk. 3 hét múlva lesz a 25. jubileumi előadás.